A szaszos játszik Jason ők, és ebben a videóban elérkeztünk a legújabb csígós videómba, amiben gyerekek jött egy update. Nagyon fontos update kappa-kappa, de gyerekek bejött egy új láda, amiben egyből vettünk 10-et. Hát igen, ez egy elég drága ládaítás lesz, ahhoz képest, hogy csak 10 darab ládát fogunk nyitni, hiszen egy darab több mint 8 euróba került. Úgyhogy, srácok, ez egy ilyen 105 eurós ládanyítás, és csak 10-et fogunk kinyitni. Még előtte gyerekek, hát olyan dolgok jöttek be a csigóba, hogy új csirkék vannak, wow! Illetve havi 85 cent, meg tudjátok nézni a statokat a csigóba, wow! Szóval fizetett ki azért, hogy lássad a statokat. Az azért komoly, nem? Itt láthatod valamiben milyen jó kis statokat lehet nézegetni. Jó, nem egy nagy összeg havi szinten azért érted csóró, főleg, hogyha most már egy ingyenes játékról beszélünk. Bár biztos vannak oldalak, mint a Fortnite-nál, ahol meg lehet ezeket nézni, de egy ilyen téma is bejött. Hopp, és figyelj, kijátszottuk a rendszer gyerekek, meg se vettem egyébként. Nézzük meg a skineket egyébként, hogy mik jöttek be az új ládával, srácok. Na nézzük egyesével, gondoltam most, hogy ingame-be fogjuk nézegetni, nem az oldalon. Hát ez eddig nagyon szép ez a heavy metal, ez tényleg egy ektel kék skin, másnak nem is lenne jó. Itt van nekünk a Glock, ami kicsit érdekes. Hát elég furcsa, mint hogy ilyen viasszal lenne bevonvadik. Hát ez nem lesz a kedvencem, az fix. Huha. Hát ezen konkrétan semmi nincs. Azt kell, hogy mondjam. Srácok. Ezen az M249-en. Kis CZ. Hát. Most ahogy nézem ezt a ládát, itt tényleg a kék skinek tényleg olyanok, hogy az tényleg a kék színnek megfelelő skin. Szóval egy rakás szar. Hát ez se valami szépség. Úgy gyerekek, eddig a kék skinek tényleg nagyon ganajtúró bogarak. Nézzük meg a revolvert. Jó, hát ez már valamivel jobb egyébként, ez a fa hatás, ez rohadt jó mint maga ez a fa. Rész, legend, king. Ó, micsoda írások vannak, srácok, XXL. Hoppá, mire gondolhat? Jó, ez, gyerekek. Amúgy ez nem egy rossz skin. Bocsa, egy kicsit nehezen beszélek, hogy valami, de tegnap húzták a bölcsesség fogalmat, és még az ingyem is össze van varva. Úgyhogy nem a legjobb. A közben itt ezt a novát nézzük már meg, Dick. Ez nem az a virág, hogy mindig letépkedti, most nem jut eszembe a nev, és elfújtad, dehogy nem. Amúgy még ez esküszöm, nem is rossz. Annyira nem jó, de amúgy így itt vannak a virágok, és ugye, hogy elfújod, így egy kis izé. Ez esküszöm még eléggé kreatív gyerekek. What the fuck? Jöjjünk most már a lilákra, mert agyfasz kapok, őszinte leszek, hopp, egy kis Cyber Shell P250, ez annyira nem rossz. Az ennek komoly, hogyha világítan, aztán lehet, hogy ingén meg teljesen más színeket dobált nekünk, de amúgy ez jól néz ki. Hát egy lila negev, de alsó vonal. Jó van, oké. Hát, hogy őszinte leszek, ez se lesz a kedvenc ki, nem, az biztos. Meg 10. Button. Valami. Ja, figyeld már. Ez konzol. Mint kontroller, bocsánat. Arra akar hajazni egy kicsit. Ön kontrolleres téma. Hát én ezt kihagyom az életemből akkor. Itt a Desi gyerekek, ami a Viviennek nagyon tetszik. Hát nem csodálom, miért? Ha nyitunk egy ilyet, akkor megtartjuk, azt odaadjuk majd neki egy hét múlva. Hát ez tényleg ilyen csajos. Csajos Desert Eagle. Nézzük az AK-t, ami hajaz a Redline-ra, csak ugye piros nélkül. Na most ez ugyanaz, mint az a... Nem negev, hanem a M2 valami. Ez egy full fekete AK, ami annyira nem rossz, de ez lilánál tényleg nem ér többet. Nézzük a rózsaszín srácok, az MP9 következik. Mindig ezekre az kellekre csinálják az ilyen monsteres jóféleségeket, mert ez is egy jó skin egyébként, de miért mindig MP9-re gyerekre nyomatják ezeket a témákat, nem értem. XM, ehhez hasonló már van, nem? Már ez elég olyan, mint ahogy bevártottak gyorsan a festékes vödörbe, aztán cső. Xoxo, hát hello. Galil gyerekek, Galil, wow! Ez amúgy egy alkászkine jobban néz neki, csak úgy hozzáteszem cségú, hogy meg kellett volna cserélni, hogy ez kellett volna az alkára, és ugye ez a sima Galilra. Na az úgy már valami lenne, öcsém. Nézzük az USP-t, hát, nem lesz a kedvenc USP-m. Ezt is jobban megnéztem volna, például egy M4 skin-en, vagy egy AWP-n, mert sokkal gizebb lett volna. Ez amúgy itt elég beteg, hogy
Hát nem is fel van akasztva, hanem lúgatva van az öcskös a fáról. És az utolsó az emlék gyerekek, ami nem rossz. Ez a skin nem rossz, ez ingén biztos baszon néz ki. Én szeretem az ilyen össze-vissza skineket, ami ilyen graffiti hatása van ennek főleg. Ez szerintem egy jó kis skin. Az már nem biztos, hogy amúgy ezt pirosba betettem volna, ez inkább ilyen rózsaszín számomra. De hát ennek biztos meg lesz az ára. És ugye gyerekek kesztyűt lehet nyitni, ebben nem kést. Úgyhogy back to back olyan ládát hoztak ki, amiben kesztyűt lehet nyitni. De srácok, azt mondom, hogy kezdjük el nyitogatni, hiszen 10 darabunk van. Meglátjuk, mit kapunk belőle. Good luck, have fun! Áprilisban brutálisan szerencsék voltunk, hiszen két aranyat is nyitottunk. Ha! És Viviennek! Hát akkor ez Viviennek megy is. Biztos örülni fog neki. Maradt ki egy szláda, wow, azért izgatott vagyok. Hátha-nátha. Mostantól nem csak szarokat fogunk nyitni, micsoda? Akkor ezután mehetünk gyerekek a pirosra. Most pirosan aztán kezdjük, hát ezt ki kell hagyni a kéket, hogy ne? Mehetünk is pirosra, egy M4-et ide a bátyának, még az USP is jó lenne. Alkát nyitottunk statra. Azért statrakba faszállító. Jó, gyerekek, eddig jókat nyitunk, azt kell, hogy mondja. Azt hiszem, hogy az lesz, hogy most csak kéket kellett nyitunk, mert akkor falnak melyek, ahogy mondtam. Gyerünk, folytatódjon a szerencse, kérem szépen. Hát igen. Egy UMP. Hát ezt hagyjuk is. Nem baj, már boldog vagyok egyébként, mert nyitottunk lilát. Nyitottunk olyan lilát, hogy a Vivinek tudunk adni. Nyitottunk rózsaszint. Ha ezen felül nyitnánk valami rohadt az csak hatalmas plusz lenne. Mondom, remélem most már nem csak kéket fogunk kapni, akkor szomorú leszek. Hát, megkaptuk a P2-50-t is. Ami teljesen jó. Egy aranyat, vagy egy pirosat. Az a baj, hogy ha pirosat vagy aranyat kapok, nem tudok ordibálni, mert tényleg még be van dagadva a pofám. És back to back statrak. Back to back megkaptuk a P250-t. Bam! Back to... Jó, nem back to back, hülye vagyok. Azért statrakot megnéztem volna belőle. Minimál ver. De gyerekek, hogy adja ezt az MP9-et? Csak az a baj, hogy szerintem semmit nem ér. De megnézzük majd. Nézzük, hogy megnézzük, hogy ér valamit. Szerintem annyira nem pár eurót biztos. Hiába új. Hoppa, Glockot is megkaptuk. Nagyon furcsa, tényleg, mint a viaszos lenne. És az utolsó gyerekek, 3-2-1, piros. Légy szíves, legyen valami, jó csak nekik. Együtt kérek tőled. Köszi, puszi. Ó, bazeg, de megörültem, de mindegy, elviszik ezt így gyerekek, hiszen rózsaszín. Ne, srácok, ez a ládaítás annyira borzasztó nem volt rossz, hiszen kaptunk 3 rózsaszínt, és összesen csak 2 kéket. A 10-ből, what the fuck? Na de megnézem mennyit ér, szerintem semmit egyébként, ezt most nem fogjátok látni, ne izgódj össze magad. What? Ez az XM 30 euró, a Glock 3, az MP9 47, a másik MP9 36, a Statrak AK 74, a Vivien Desire 15, vagy mindjárt adok mindent és még nyitok, vagy nem tudom. What the fuck? A srácok, én most gyorsan eladom a skineket, de szerintem nem fogok nyitogatni, lehet inkább kiveszek egy kést vagy valamit a Steamről, lehet jobban járok, mint hogy elnyitogatom, úgyhogy ha tetszett, mindenféleképpen dobjatok, hogyha hatalmas egy lájkot, iratkozzatok föl, lehetek, hogy én Jason voltam, szevasztok!